Idén is a szájkefürdői majálissal egy időben nyitotta meg kapuit a Hánz Rezső Múzeum fennhatósága alá tartozó Borvíz Múzeum, mely állandó tárlatai mellett a víz és ember kapcsolatát bemutató időszakos fotókiállítással várta a betérő látogatókat, turistákat. Tegnap szeptember utolsó napján szezont zárt az intézmény. Zepecáner Zsolt, a múzeum munkatársa, a Borvíz Múzeum idei látogatottságáról beszélt stábunknak. Ez egy kimagaslóan jó év volt, tehát a tavalyinál, tavaly előttinél is egy sokkal jobb év. Nagyjából 1300 körüli látogatónk volt, látogatók nagy része magyarországi turista, ősszel inkább ez a buszosabb, tehát a buszos turisták, nyáron főleg azok inkább, akik saját autóval jönnek, azok jönnek be többen. Tárgyi felhozatallal is bővült az állandó részleg, és továbbra is szívesen várják az ilyen felajánlásokat. Tárgyi dolgokkal is bővült a múzeum gyűjteménye, elkészült egy makett a szováltai medvetó, tehát a régi faszerkezetes felépítményű medvetó bejáratáról, meg a kabinokról. Ugyanakkor bekerült például a bibarcfalvi borvíztöltődének a üzemi órája. És ugyanakkor még a képanyag is gazdagodott, ilyen új képek kerültek be, például a bivajos szekérről, meg a utána szállították, később vagy traktorral szállították a borvizet, tehát arról is került be kép. Jövő évben ismét május első napján nyitja a szezont a Borvíz Múzeum. A kétszintes épületben maradnak az állandó tárlatok, és újjal is jelentkeznek, amiről egyelőre csak annyit lehet tudni, hogy az idei fotókiállítással ellentétben tematikus tárgyi tárlatot terveznek. Közben a másik, szintén a Hánz Rezső Múzeum gondozásában lévő látványosság, a Jézus kápolna is szezont zárt. A pünköstől augusztus végéig tartó szezon a tavalyhoz hasonló látogatottságot produkált, azaz közel 2000-en tekintették meg a 16. századi épületet.